Most még csendes a Nyíregyházi Egyetem, de hamarosan 1252-en biztosan elkezdik itt tanulmányaikat. Az egyetem szinte valamennyi képzési területén növekedés tapasztalható. A tanárképzésben mintegy 74%-kal jelentkeztek többen a tavalyi évhez képest. Az alapképzéseink is népszerűek, ott egy 34-35%-os növekedést tapasztalhatunk. Az állami finanszírozott nappali tagozatos képzésben is több hallgatója lesz a Nyíregyházi Egyetemnek, úgyhogy ez mindenképpen egy öröm. A legnépszerűbb szakjaink között a tanári szakoknál meg kell említeni a testnevelést, a magyar és történelem szak, ugye klasszikus, tradicionális képzésről van szó, nagyon sokan nyertek felvételt, népszerű még az angol szak és az énekzene, népzene szakunk. Alapképzésben a kisgyermek és csecsemőgondozó, a tanító és a gazdálkodás menedzsment szak is népszerű volt. Több hallgatót vettek fel továbbá a légihajózási szakra, egyébként ide volt a legnehezebb bekerülni. A legmagasabb ponthatár a légihajózási szakirányon volt, tehát oda volt a legnehezebb bekerülni. Ha jól emlékszem, kb. 35-en jelentkeztek, alkalmassági vizsgát kellett tenniük, magas volt a ponthatár, és mintegy 17 fő került be. Egyébként tanárképzésben 305 pont volt a bekerülési határ. Akinek nem sikerült a kívánt helyre bekerülni, még van lehetősége. Az idei pótfelvételi eljárásra a tavalyihoz hasonlóan szintén kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezni a www.felvi.hu honlapon egy regisztrációt követően. Ennek a határideje augusztus 7-e. A Nyíregyházi Egyetem a külföldi Erasmus Plus programban részvevő diákokat is várja, 86 idegen nyelvű kurzust kínálnak.